Férfi labdarúgó csapatunk lejátszott a második edzőmérkőzését a Bad Radkersburgi edzőtáborban. Az ellenfél ezúttal az Észak-Macedón élvonal bronzérmese a Skandia volt. A találkozó első félidejének első fele puhatolózó játékot hozott az alapozás elején járó csapatoktól, a miénken érződött a sok erőnléti edzés fárasztó hatása. Gólt nem hozott az első 45 perc. Az 59. percben viszont megszereztük a vezetést, Marquinhos remekül tekert be egy jobb oldali szögletet, amelyre nyáron igazolt holland védünk Mats Knuster jó ütemben érkezett, s a hálóba bólintott. A válasz azonban rögtön az első támadásból érkezett, Guri készítette le remekül a labdát Hassaninak, aki eltekerte jobbal a labdát Varga Ádám kezei mellett. A folytatásban több nagy helyzetet is hozott a mérkőzés, de az eredmény már nem változott, csapatunk egy-egyet játszott a Skandiával. Mint minden találkozó, ez is nagyon hasznos volt, sok tanulságú szolgált. Ugye kipróbáltunk egy új játékrendszert, ami azért akadozott egy kicsit, ezt el kell mondani őszintén, de hát elsőre ez általában így van, amikor valami újdonsággal próbálkozunk. A fiatalok még több szerepet kaptak, mint az elmúlt mérkőzésen. Az ellenfél az ugye sokkal jobb szintet képviselt, hiszen sokkal gyorsabbak, agresszívebbek voltak, nem véletlenül végeztek a harmadik helyen a hazájuk bajnokságába, úgyhogy mindenképpen egy hasznos teszt volt. Úgy gondolom, hogy fáradtabban is mozogtunk, mint ők frissebbre is tűntek. Le kell vonni a következtetéseket, és menni tovább, dolgozni tovább. A célunk továbbra is az, hogy az első Bajnokok Ligája mérkőzésre jó állapotban legyen a csapat, és azt gondolom, hogy ez a mérkőzés, ez jó célt szolgál.